Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 24-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatunk egy királynőt. Egy királynő uralkodik, vagy valaki uralkodik felette, és hoz döntéseket a feje fölött, vagy arra vár, hogy ti uralkodjatok a helyzeten. Ez a királynő mutatja a levegő elemét. Átteszi magát a félelmeken. Szabadnak érzi magát, fel tud lélegezni, és érzi a könnyűséget. A levegő eleme jelenti a kommunikációt is. Ő beszélni akar veled. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a kártya mutat egy belső utat. Először úgy tűnik, mintha ez a férfi lépéseket tenne, de ott alul látható a víz. Tehát ő nem megy előre, hanem a mélybe tekint. A víz eleme utal az érzelmeire. Ezek ilyen lelki dolgok. De bízik magában, bízik benned, bízik a szerelemben. Erre utal a szív csakra. Ott van az a fény. És van a kezében valami. Az egyik kezében ez a bot, ami arra utal, hogy megvan a belső ereje és bátorsága döntéseket hozni, de jelen pillanatban még olyan várakozó, megőrzi a nyugalmát. A másik kezében van a lámpa, ami megvilágítja az életutat, megvilágítja az érzelmeit. Itt tényleg mély érzelmekről van szó, de nem mutatja ki. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a kártyán látható egy szerelmes pár. Te szereted őt, és ő szeret téged. Akkor is, ha ő ezt nem mondja ki, te érzed ezeket a mély érzelmeket, és bízz ebben. Most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen láthatunk egy elegáns hölgyet. Te vagy ez a hölgy. És te állsz itt a középpontban, az gondolataiban, az ő érzelmeiben, és légy magabiztos, legyen ez a fellépés, ez a kisugárzás. Ő imádni fog ezért. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ne felejtjétek el azt, egy jó tanács aranyat ér. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!